Üdvözlöm a Duna média nézőit! Remélhetőleg ma önöket is, és engem is meg fognak győzni arról, hogy néhány alkalommal az is megtanulhat profi szinten rajzolni, majd hogy nem, akinek eddig a legfőbb műve egy pálcika ember volt tulajdonképpen. Szabó Tibor, szigetszentmiklósi formatervező fog minket bevezetni a jobbféltekés rajztanfolyam tudományába. Szervusz! Szervusztok! Hogy működik ez az egész? Mert legyünk őszinték, hogyha valaki lát egy ilyen hirdetést az újságban, hogy indul valahol egy ilyen tanfolyam, és azt írják, hogy ha jól tudom, 4 vagy 5 alkalommal meg lehet tanulni rajzolni, akkor ez egy picit furán hangzik. Most őszinte leszek, egy picit átverésnek tűnik az egész, nem? Így van, ez egy tökéletes átverésnek tűnik. Nekem is ez volt a véleményem, hogy 4 nap alatt nem lehet megtanulni rajzolni. Én is onnan indultam, hogy vonalak, pálcikák, de semmiképpen semmi komoly rajz. Aztán belevettem magam jobban ebbe a témába, és azt kell, hogy mondjam, hogy kivétel nélkül mindenki, és hangsúlyozom, mindenki, még az is, akik most nézik a tévét, és azt mondják, hogy, vagy hallgatják a rádiót, és azt mondják, hogy ő egy kivétel lesz, mert ő aztán abszolút nem tud rajzolni. Mindenki kivétel nélkül fog tudni rajzolni 4 nappal később olyan portré minőségű képet, amire azt fogja mondani, hogy ezt ő soha el nem tudta volna képzelni. A legfőbb kérdés, hogyan? A módszer nagyon egyszerű. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a tanfolyamon elhangzó dolgok közül a kisebb részt teszi ki az, amikor a rajzoktatásról beszélünk. Az összes többi a látásmód és a viszonyok kezelésén alapszik. Mindenki, akinek keze van, hogy megfogja a ceruzát, és szeme van, hogy lásson vele, gyönyörű szépen tud rajzolni. Csak az egészet nem a rajzolásnál kell kezdeni, hanem ott kell kezdeni, ami inkább biológiai alapokra vezethető vissza, miszerint az agyunk szerkezete 2 részből áll, a bal és a jobb agyféltekéből, és ugye ezért is hívják ugye jobb agyféltekés rajzolásnak, mert a bal agyféltekénkben lakó tulajdonságok korlátozzák azokat a képességeinket, amit viszont a jobb agyfélteke támogat. És amikor megtanuljuk ezt a 2 szekciót külön választani és alkalmazni, onnantól kezdve mindenki gyönyörűen fog rajzolni, de nem csak rajzolni, hanem gondolkodni, és az élethez való álláspontja is megváltozik. Még azoknak is, akik ezt nem hiszik el. Tehát a hangsúly tulajdonképpen a szemléletmódon van. Például egy ilyen tanfolyam elvégzése után én megtanulom más szemszögből nézni például ezt a bögrét? Igen, határozottan nem csak a bögrét. Tehát nagyon sokszor elhangzik a tanfolyamon, vannak, akik érkeznek, és azt mondják, hogy igen, én egy picit tudok rajzolni, de szeretnék szebben. Van olyan réteg, aki úgy érkezik oda, hogy nem tudok rajzolni, én nem is hiszem, hogy meg fog tudni tanulni rajzolni, de mivel kíváncsi vagyok, hogy hogyan tanulnak el a többiek, itt vagyok. És van az a réteg, aki azt mondja, nem tudok rajzolni, nem is akarok, de kaptam egy tanfolyamot, és kihasználom. A lényeg az egészben az, hogy nem feltétlenül azt kell rajzolnunk, amiről beszélünk. Tehát a bögrét is le tudom rajzolni úgy, hogy a bögrével nem is foglalkozom. És amikor ilyen nézőpontot kapok, akkor ugye másképpen fogok nézni az egész környezetemre, a munkámra, a párkapcsolatomra, az emberekre, akik körülvesznek, az alkalmazottakra, akik nem mosolyognak a szupermarket kasszájánál. Tehát a rajzból elindul minden, ami mássá teszi az életet. Tehát azt mondod, hogy egy ilyen tanfolyamon nem csak rajzolni lehet megtanulni, hanem az egész életre való rálátásunk is megváltozik, sokkal pozitívabbak leszünk? Megtanulunk olyan dolgokat meglátni, amiket eddig észre sem vettünk volna? Igen, de ez attól lesz nagyszerű, hogy nem kell tanulni. A tanulás mindig egy terhes dolog. Mindenkinek az jut eszébe, előveszem a könyvet, olvasom, és amit látok benne, olvasok benne, azt úgy kell csinálni, már nem úgy sem, akkor nem fog sikerülni. Ezen a tanfolyamon mutatok módszereket, és elmondok dolgokat, amiket az emberek megtapasztalnak. Mikor megtapasztalták, fogják érezni ennek hatásait, és meggyőződnek arról, hogy én olyan dolgot tudok csinálni, amit eddig nem is gondoltam volna. Ennek az egésznek a segítségével minden mást át tudnak rakni. Tehát az, hogy most jelen esetben egy utcán sétáló emberből legyen grafikus művész, nagyon pici az esélye, gondolja ő. Én erre azt mondom, hogy mindegy, kit választasz ki. Gyönyörűen fog rajzolni 40 órával később. Tehát az egy tévhit, amikor azt mondják, hogy a rajzoláshoz kézügyesség kell, mert ez a képesség mindenkiben benne van. Ez így van. Sőt, tévhit az emberekben az, amikor azt mondják, hogy én kisebb vagyok, vagy nagyobb vagyok, vagy kövérebb vagyok, vagy szebb vagyok, vagy butább vagyok, vagy okosabb vagyok. Mindenkinek megvannak a képességei, csak a képességét nem mindegy, hogy hogyan használja. Tehát én azt gondolom, hogy a mai világban a kreativitással tudunk kilépni bármilyen kátyúból. Ez most lehet egy portrérajzolás a kedvesünknek karácsonyra, vagy egy krízis gondolok, ami mondjuk az iskolában van, vagy egy párkapcsolatban, vagy egy munkahelyi problémára. Ha kreatív az ember,
akkor megoldja az életét. A kreativitás viszont nem kell megtanulnunk, mert bennünk van, egyszerűen csak használni kell tudni. Ez a módszer az erre is megtanít. Mi más mindent lehetné megtanulni ezzel a módszerrel? Én formatervezőként dolgozom, tehát az én munkámban, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, döbbenetes eredmények történtek. Sokkal több hibát találtam a munkámban, mint azelőtt. Ugyanis a nézőpont, hogy honnan vizsgálok valamit, vagy a látásmód, hogy honnan nézek valamit, megdöbbentő eredményeket ad. Tehát amikor valamit tökéletesnek látok, hirtelen megtalálom benne a hibát, hogy úristen, ezt lehet jobban is csinálni. A látásmód, a nézőpont kérdés az egészen más is lehet. Tehát amikor az autónkkal közlekedünk az úton, és valaki nagyon-nagyon dudál és nyomul, ugye megfogalmazhatom oda azt is, hogy hova szaladsz, hova sietsz, ne túrd le az útról. De ha beleképzel meg az ő helyzetébe, lehet, hogy késésben van egy nagyon fontos tárgyalása, vagy lehet, hogy az a terhes felesége ül a hátsó ülésen. Tehát nem mindegy, hogy milyen szemszögből vizsgálom a helyzetet. Tegyük fel, hogy egy tanfolyamon részt vesznek 10. A tanfolyam végére mondjuk 9 megtanulnak jól rajzolni? 10. 10? Garantált. Tehát nyugodtan széthúzhatjuk a diákokat olyan kategóriákba, hogy vannak a gyerekek. Ugye a szülők azt mondják, hogy szeretném, ha a gyerekem picit ügyesebb lenne, mint a többiek, vagy éppen figyelemzavaros, és az iskolában nem tud odafigyelni, vagy növeljük a képességeit, és próbáljunk valami módszert kitálni arra, hogy hogyan lesz a gyerek jobb. Ő egy külön kategória. Vannak a felnőttek. Egész más nyomoruk van a felnőtteknek, mint a gyerekeknek. A gyerekek azok játszani szeretnek, és a tanulás meg a felnőttek által osztott ész az nekik teher. A felnőtteknek más a bajuk. Ugye kezdem a munkahelyi, az anyagi, a párkapcsolati, a stb. Problémákkal, és ugye a felnőttek közül is vannak a könnyebben képezhetők, és a kevésbé könnyen képezhetőek. Szándékosan használtam ezt a szót, hogy kevésbé képezhetőek, mert csak annyi a különbség, hogy az a típusú ember, aki mondjuk kreatív munkát végez, tehát alkotó munkát végez és improvizál a munkahelyén, mondok egy példát, egy nagy dumás autókereskedő sokkal könnyebben és gyorsabban tanul meg rajzolni, mint a könyvelő vagy a mérnök, aki számokkal dolgozik. A számokkal dolgozó ember is meg fogja az egész módszert ismerni, és ő is gyönyörűen fog alkotni, csak mondjuk körülbelül egy 6-7 órával többet kell dolgoznom vele. Vannak csodálatos kivételek is egyébként, tehát csodálatos kivételnek mondanám azt az egyszem fiút, akit Hawaii-szigeten tanítottam, és a 40 órás tanfolyamot 9 óra alatt sajátította el. Tehát ő leült, és az egész tanfolyam anyagát gyakorlatilag megette, és 9 óra múlva úgy állt fel, hogy kész vagyok, köszönöm, és olyanokat rajzolt, hogy az csoda. Tehát én mindig azt fogalmazom meg, hogy képzeljünk el két embert. Az egyik ember már reggel 7-kor gyakorlatilag atomrészegen áll a kocsma előtt, és a bicikliét nem találja, és fizikailag ugyanolyan anyagból készítünk egy másik embert, aki viszont arra készül, hogy a Holdra repüljön. Ugye ugyanabból az anyagból vannak látszólag, de mégis valami más zajlik belül. A képességeiket viszont tudjuk fölhúzni mindenkiét. Erre nagyon-nagyon sok kísérletet, nagyon sok próbát tettem, nagyon sok tesztet végeztem annak érdekében, hogy kiből mit lehet kihozni. Tehát például azok a hiperaktív gyerekek, meg diszlexiás gyerekek, akiket úgy hoznak be a szülők, hogy már előre elnézést kérek, amit a gyerek fog művelni, és tudom, hogy a tanfolyam sikertelen lesz, de hogyha semmi más nem érünk el ezzel a tanfolyammal, csak annyit, hogy nyugalom lesz otthon 4 napig, akkor már megérte. Amikor megérkezik a szülő, akkor gyakorlatilag térdre esik azelőtt, hogy a gyereke, aki soha nem csinált semmit, olyan jó kis dolgokat rajzolt, hogy az fantasztikus, viszont ő neki kell az utófoglalkozás, a törődés, tehát velük azért foglalkozni kell. Vannak módszerek, amivel le lehet nyugtatni őket. Tehát a felnőtteknél könnyebb dolgom van, mint a gyerekeknél, de mindenhol sikeres. Sőt, az idős emberek is, ez korhatár nélküli. Azt mondom, hogy a tanfolyamra 10 éves kortól alkalmas egy gyerek, 10 éves kor előtt nem javaslom. 10 éves kortól lehet, akár 110 éves korig, mert nincsenek korlátok. Mondtad, hogy feltaláló is vagy. Azután kezdtél el ilyenekkel foglalkozni, miután elvégezted a jobbféltekés tanfolyamot? Nem, mindenki mást hoz magával. Én azt hoztam magammal, hogy már 10 éves koromban a saját kis találmányaimon dolgoztam, és már a pályaválasztáskor is úgy fogalmaztam meg, hogy
vagy ezermester szeretnék lenni, vagy feltaláló, de inkább mind a kettő együtt. Ehhez képest az autós pályára lettem terelve, mert ugye az nem volt egy nagyon életszerű. De azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a rendszernek a megismerése után én azt gondolom, hogy amit előtte műveltem, az csak árnyéka volt annak, amit most tudok. Mert mindenkinek megduplázódnak a képességei minden szempontból. Tehát itt nem csak a rajzról van szó és a munkáról, hanem eleve ahhoz, ahogy hozzáállsz az élethez. Megváltoznak az értékrendek, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami kevésbé. És az ember ilyenkor hajlamos arra, hogy amikor rádöbben a rajzon keresztül, hogy úristen, hát ha én a pálcika emberből 40 óra alatt egy olyan portrét tudok rajzolni, hogy a barátaim nem hiszik el, akkor vajon a többi képességemmel mit lehet kezdeni? És az elkezd egy picit foglalkozni, és mindenem megváltozik. És az addig fontos dolgok félre vannak téve. Tehát most mondok egy élő példát. Ugye mindenkinek problémái vannak a sárga csekkel. Jönnek a sárga csekkek, és mindenki azt vallja, hogy csak neki gyártanak ebben az országban a sárga csekket, és az összes többi csekk csak azért megy a többieknek, mert azt már ciki lenne neki odaadni. Kapunk egy csomó sárga csekket. Gyakorlatilag az összes pénzünket elviszi. De a sárga csekk a mi döntésünk. A sárga csekk egy nagyon nagyszerű dolog az életünkben, annak örülni kell. Ugyanis az egyik sárga csekk az a fűtésszáma. Ha úgy döntök, hogy nem kell fűtés, inkább fagyoskodok a lakásba, akkor az a csekk nem jön többet. A másik csekk az áram. Ha este gyertyafénynél akarok beszélgetni a párommal, és nem nézni a kedvenc sorozatot a tévében, csak ki kell köttetni az áramot, és nem jön több sárga csekk az áramról. Pács, és így sorba ki lehet dobni mindent. Tehát én nagyon örülök, amikor megérkezik a sárga csekk a fűtésre, mert az azt jelenti, hogy meleg volt a lakásomban. Nagyon örülök, amikor megjön a csekk a telefonomra, mert el tudtam intézni a telefonon néhány dolgot, és nem kellett oda gyalogolnom, mert ugye akkor már a buszjegyet is megsporolom, hogy az se kerüljön pénzbe. Tehát én azt gondolom, hogy minden nézőpont kérdése, és a sárga csekk, mikor megérkezik, akkor annak örüljön mindenki, hiszen megkönnyítette az életét. De ez az ő döntése. Ha nem kell, mondja vissza, és nem lesz több sárga csekk. Igen, pozitívan is hozzá lehet állni, igen, abszolút. Volt már olyan tanítvány egyébként, aki egyáltalán nem tudott rajzolni a tanfolyam elején, aztán olyan profin megtanult rajzolni, hogy most már pénzt is keres vele? Ó, persze. Erre nagyon jó példák vannak. Ugye itt nagyon-nagyon jó barátságok alakulnak. Én úgy állítom össze az egész életemet, hogy a tanfolyamokból kicsepertető diákokkal utána még kapcsolat van, tehát mi összejárunk, és gyakorlatilag a két tanfolyamon tanuló diákcsoport ugye nem ismerni meg soha egymást valójában, de nálam találkozhatnak. Tehát nagyon jó barátságok szövődnek, és ugye ezekből a barátságokból ugye nagyon-nagyon sok ember ki tudok venni, akik először csak óvatosan rajzolgatva megveszik tőle a képeket, de van olyan, aki már a festményeit adja el. És ő kettő évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt úgy keresett meg engem, hogy én nagyon szeretnék festőművész lenni, de még rajzolni se tudok. És én mondtam neki, nyugodj meg, te festőművész leszel. És azóta olyan sok képet rendelnek tőle, hogy néha azt kell, hogy mondja nekem, hogy figyelj, olyan sok képet rendeltek, hogy már nem győzöm festeni. És mondom, hogy örülj neki, ez akartál lenni másfél évvel ezelőtt. Azt szoktam mondani, hogy mindenki mindent megkaphat, csak jó kell tudni kivenni. Tehát olyat nem szabad kívánni, hogy dögöljön meg a szomszéd kutyája, mert akkor a milyen kell lesz valami probléma. Tehát rossz dolgokat nem kívánunk, de minden teljesül, minden sikerül. És amikor valaki úgymond olyan művészé válik, hogy az alkotása pénzt ér valakinek, az már egy visszaigazolás arról, hogy jól csinálja a dolgát. Jól tudom, hogy 4 alkalomból áll egy ilyen tanfolyam. Igen. Igaz? Melyik alkalommal mi történik egészen pontosan? Nagyon érdekes. Én az első napot szeretem a legjobban. Az első nap, amikor mindenki ül előttem, hatalmasra nyitott szemekkel rácsodálkozik arra, amit én mondok, egy szavamat se hiszi el, csak bízik benne, hogy nem fogom becsapni. A szkeptikusok persze támadnak, mondják, hogy ez egy nem működő dolog, és ez egy hülyeség, és mindenki, és csak ő nem, tehát hatalmas hadakozás van. Az első 4 óra azzal telik, hogy referenciarajzokat csinálunk. A referenciarajz azt jelenti, hogy rajzolj le most bizonyos dolgokat úgy, ahogy te most tudsz rajzolni. És mindenki, ó, ez olyan ronda lehet, gyűjtök össze, dobjuk el kukába, ez nekem nem kell. Ígérem, hogy a tanfolyam végére ezek a rajzok mindenkinek életük legértékesebb alkotásai lesznek. Ugyanis, amit az első nap délelőttjén rajzolnak a diákok, olyat soha többet nem fognak tudni rajzolni.
azok olyan kivételes dolgok, amiket mindig így fognak húdogatni. Nézd meg, így rajzoltam előtte, és most ilyen vagyok. De nem az a lényeg, hogy ilyen vagyok, mert ezt könnyen meg tudja csinálni. Tehát rajzol egy szép dolgot a tanfolyam, és azt mondja neki, hogy valaki, hogy hú, de szép ez a rajz. Tetszik? Neked adom. Hülye vagy? Ezt a szépet nekem adod? Hát ez egy olyan gyönyörű, hogy ezt nem is merem elfogadni. És erre azt mondja, ne viccelj, hát rajzolok újat. Hát ilyet tudok nagyon könnyen. De ezt nem adom neked, amit első nap rajzoltam. Hát ilyenből nem tudok többet csinálni, mert ez már ilyet már nem lehet. Nem tud úgy az eszközhöz nyúlni újra, mint ahogy előtte. Mert ilyen csodálatos eszközöket adok ajándékba, amikkel alkotni fogunk. Olyan ceruzom, amiben nincs is grafit például. Szenzációs dolgok, amiket ugye eddig nem ismertek. Tehát az első délelőtt az arról szól, hogy letesszük az emlékeinket, hogy honnan indultunk. Majd utána elindul egy módszer, ami megismertet minket azzal az érzéssel, amit a jobb agyféltekénk okoz. A bal agyfélteke egy gondolkodó, tudatos terület. Ő ír, olvas, számol, tervez, ütemez, aggódik, bírál, értékel. Ő egy nagyon-nagyon céltudatos valaki. Ő egy mérnök ember. Ő mindent tud. Azt is tudja, hogy hány perce végzel egy bizonyos munkát, ő az időt is meg tudja satszolni. A jobb agyféltek ilyeneket nem tud. Ő egészen mással foglalkozik. Ő egy kreatív valaki, aki így improvizálva megoldja a gondokat. Amíg a valagyféltek azzal tölti az idejét, hogy az útszélén ücsörgő ember azt mondja, hogy nézd már, itt koldul, miért nem megy haza, koszos a ruhája, ő már eleve bírál. A jobb agyfélteke mit mond? Szegény idős ember el van fáradva, leült az útszélén, és koszos lett a ruhája. Tehát egész más a szempont. Ez a két agyfélteke benne lakik a fejünkben. A bal agyféltekében lakik az ego, aki azt mondja, hogy te vagy az egyedülálló, és lemásolhatatlan, különleges lény ezen a bolygón, és az összes többi ember csak mellékszereplő. A jobb agyféltekében nincsen terület, nem ismeri az ego fogalmát, és amikor valaki elkezd a jobb agyféltekéjében élni, akkor meg fog ismerni egy olyan káprázatosan kellemes boldogságérzést, amire azt mondja, hogy figyelj, ott szeretnék inkább élni, mert ez egy nagyon nyugodt élet. Tehát addig, amíg teli van a bal agyféltekéje élete stresszel, hogy új jönnek a csekkek, aminek egyébként örülnünk kéne. Jönnek a csekkek. Honnan fogom előteremteni a pénzt? A gyerek az iskolában megint milyen bizonyítványt fog hozni? Úristen, a munkahelyemen mi vár rám? Tehát tiszta aggodalom az egész. Addig a jobb agyfélteke improvizál, megoldja a problémáinkat így. Bal agyfélteke rágörcsöl, jobb agyfélteke improvizál. És ugye azt tudni kell, hogy a két agyfélteke úgy működik, mint egy relé. Nem dolgozhatnak együtt. Csak ez, vagy a másik. Csak ez, vagy a másik. És a bal agyfélteke ugye a nagy testvér. Ő azt mondja, hogy figyelj, én írok, én olvasok, én beszélek, én szervezem az egész életedet, én adtam a tudásodat, a jobb agyféltek az nem is kell, maradjon csendben. És amikor bal agyféltek elalszik, akkor jobb agyféltek azt mondja, hogy na végre, akkor most én jövök. És a jobb agyféltek az, aki zenél, énekel, alkot, fest, rajzol, olyan különleges dolgokat talál ki, amit felfedezéseknek és találmányoknak hívunk. Tehát az összes kreatív ember nagyon erős jobb agyféltekével rendelkezik, mindenkinek megvan ez a képessége, csak meg kell tanulnunk használni. És minél többet használ a jobb agyféltekédet, annál inkább fejleszti saját magát, annál inkább gerjeszti a tudást saját magával, és amikor rájössz, hogy hogyan tudod háttérbe szorítani a bal agyfélteke káros dolgait, onnantól kezdve kreatív alkotó emberé válsz, és a kreativitás nem csak arra fog vonatkozni, hogy rajzolsz vagy festesz valamit, hanem megoldod a saját életed problémáit. Lásd, mint például a sárga csekk vagy a pénz vonzata. Nézd, itt szóban meggyőztél. Aztán lehet, hogy majd találkozunk a tanfolyamon, és akkor a gyakorlatban is meggyőződhetem ennek az igazáról. Az a nagyszerű ebben, hogy ennek nincsen kockázata. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen mindegy, hogy mi a hitvallásod most, és az lenne a legjobb, ha te leülnél a kamera elé, vagy egy diktafon elé, és mondd el a véleményed az egészről, Tövérőhegyre, hogy mit gondolsz, hogy mitől nem fog ez sikerülni, és milyen akadályai vannak annak, hogy te rajzolja egy portrét, és hidd el nekem, én 100%-os biztonsággal mondom azt, hogy szégyenkezve fogod visszahallgatni ezt a felvételt 40 órával később, sőt, még azt is megkockáztatom, hogy azt fogod mondani, hogy jobb agyféltek és rajz, én egy kicsit többet vártam tőle, mert olyan egyszerűen jutottam el oda, hogy portrét rajzolok, hogy az hihetetlen.
És amikor valaki elvégzi a tanfolyamot, akkor megfogalmazódik benne az a gondolat is, hogy nagyszerű dolog, hogy tudok portrét rajzolni, mert ezzel megajándékozom a kedvesemet egy nagyon szép, pótolhatatlan ajándékkal. De amit tőle kaptam, az sokkal több, mert a rajz olyan, mint a jéghez csúcsa. Amit kapsz még pluszba, az alul van, és az sokkal több. Úgyhogy a házi feladat föl van adva a nézőknek is, meg nekem is. Neked pedig köszönöm, hogy itt voltál. Örülök, hogy itt lehettem. Sziasztok!